Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Több helyszínen berendezett látványos kiállítással és játékos verékelőkkel igyekeztek közelebb hozni a tanulókhoz a történelmet a Szent Györgyi Albert szakközépiskolában. Mai magazinunkban elsőként erről számolunk be Önöknek. Honnan jött ennek a tematikus napnak az ötlete? Volt valami előzménye, előképe ennek? A projektnap inspirációját az nyújtotta, hogy az iskolában való történelem órák keretében egyre jobban feltűnt, vagy nyilvánvalóvá vált, hogy a diákok nem feltétlenül a tankönyvben olvasható mindennapi ismeretekre kíváncsiak feltétlenül, hanem a kissé rejtettebb és izgalmasabb részére a történelemnek, úgyhogy már a projektnap ötlete tavaly év vége fele megszületett, és igazából idén szeptemberben kezdtünk intenzíven a feladattal foglalkozni. Az látszik, hogy hatalmas munka van mögötte, tehát ezek szerint több hónap. Így van, az előkészületek már tavaly év végén megtörténtek, felosztottuk a kiválasztott témákat az osztályok között, és szeptemberben intenzíven elkezdtek készülni, összegyűjteni a témákhoz kapcsolódó ismereteket, a képeket, valamint az elmúlt hetek többnyire azzal teltek, hogy az ehhez hasonló gyönyörű szép festmények elkészültek, és a különböző plakátok, valamint programok ugye a termekben készülő feladatokhoz. Hogy válogattátok ki a korokat? Ugye látok, itt mindenféle kor van, amit a gyerekek megnézhetnek. Mi szerint mik voltak a szempontok? Igazából teljesen a diákokra és az osztályokra bíztam, hogy milyen témát választanak magukra. Én kezdetben felsoroltam körülbelül 20-25 témát, és érdeklődésnek megfelelően választhattak. Értelemszerűen a kisebb korosztály inkább az őskoros és az ókoros történelmet választották, felsőbb évesek pedig bevállaltak még ilyen világháborús történetet is. Itt ugye szoros együttműködésre volt szükség a gyerekekkel, ahogy ez már kiderült. Mennyire volt könnyű mozgósítani őket, inspirálni? A motiváció az elég hamar megtörtént, hiszen tényleg játékos formában és aktív módon vehettek részt itt a tanulási folyamatban. Az osztályfőnökök segítsége pedig így a mindennapokban nagyon jól jött, hiszen egyedül történelmi óra keretében ehhez borzasztó kevés lettem volna, úgyhogy az osztályfőnökök nagyon sokat segítettek, hogy osztályfőnöki óra keretében is még ezzel foglalkoztak. De ha jól láttam, akkor itt nem csak nézelődni lehet, hanem vannak feladatok is, amiket el kell végezni a diákoknak, mégpedig mik? A projektnap eleje egy reneszánszkori lovas bemutatóval kezdődött, hiszen van egy Mátyás királykora és a reneszánsz című terem. A feladatok pedig abszolút enyéni módon lettek kiválasztásra kerülve. Például az Ókori Hellász című teremben az ókori olimpiai játékok kicsit triviális megvalósítását egyszerű eszközökkel, ilyen mozgásos feladatokat kellett végezniük. Az Ókori Róma teremben Cézárral híresült mondatát kellett megfejteni, a kockában vetve, valamint egy puzzle feladatot kellett megfejteni. De a reneszánszkori csapat még készült egy rövid színházi bemutatóval, vagy színdarabbal is. Javában benne vagyunk a projektnapban, nyilván végigjártak már a helyszíneket. Milyen az érdeklődés, hogy fogadják a gyerekek? Úgy látom, hogy nagyon örülnek és igazán aktívak, tehát a cél vagy a terv az megvalósult, hogy mindenki nagyon aktívan és izgalmasan vágott bele a feladatokba, és hát bízom benne, hogy a későbbi visszajelzések is pozitívak lesznek.